Nem sokan vannak, akik profitálni tudtak a vírus helyzetből, többeknek adódtak fizetési nehézségeik, még az alapvető szolgáltatások esetében is. Ezt a nyírségvíznél is tapasztalták, ahol az elmúlt hónapokban szintén nőtt a kifizetetlen számlák, és ezzel együtt az adósok száma. Társaságunk azoknak a megsegítésére, akik most a veszélyhelyzet után képesek és ki tudják fizetni a tartozásukat, az egyösszegű befizetésekre kampányt indított, és engedélyezzük a kamatmentes és az eljárási díjmentes befizetésnek a lehetőségét. Ez a mentesség azonban nem vonatkozik azokra a felhasználókra, akiknek fizetési meghagyás vagy végrehajtás van folyamatban, ezeket a díjakat továbbra is meg kell fizetni. Azok, akik ennek mégsem tesznek eleget, első körben fizetési felszólítást kapnak több alkalommal is. Emellett a társaság a tartozás rendezésére és a részletfizetés lehetőségére is felhívja a figyelmüket. Ahol ez sem hoz eredményt, ott korlátozzák a szolgáltatást. Mivel azonban nem cél ennek megszüntetése kikapcsolása, több más szolgáltatóhoz hasonlóan a nyírségvíz is kizárási moratóriumot hirdetett a veszélyhelyzet idején. Ez azt jelenti, hogy március óta nem volt korlátozás. Most, ugye, mint említettem, is növekedett az adósok száma, kénytelenek vagyunk ezt az eszközt is bevetni a bevételeink beszedése érdekében, ezért augusztus utolsó és szeptember első hetében újból lesz korlátozás. Az érintett felhasználók ezeket a korlátozási értesítőket már megkapták, és itt is engedmény, hogy nem egy összegben kérjük a teljes tartozást, azonban a alól csak abban az esetben mentesülnek, hogyha a tartozás 50%-át befizetik. És a fennmaradó 50%-ra további két havi részletfizetést tudunk biztosítani. A vezető beszélt arról is, hogy az ügyfeleket számos sorban állás nélküli fizetési lehetőség segíti a szolgáltatási díjak minél egyszerűbb kiegyenlítésében. Az internetbankon keresztüli egyedi átutalás mellett a társaságnál elérhető a csoportos beszedési megbízás is, melynek lényege, hogy a fogyasztók engedélyezik a pénzintézetüknek, hogy a nyírségvíz leemelhesse a díjat a számlájukról. Ezeken kívül az e-számlán is rendezhetik költségeiket, ez esetben e-mailben kapnak értesítést a számla kiállításáról, amelyet utána ki is tudnak online egyenlíteni, ahogy a számlázási befizetési adatokat is nyomon követhetik az interneten.